ingyen temetést mindenkinek Magyarországon. A Mi Hazánk Mozgalom egy törvénymódosító javaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy alanyi jogon járjon mindenkinek az a szolgáltatás, amit minden család komoly tragédiaként él meg, ugyanis azért azon a lelki traumán felül, ami olyankor a szeretteink elvesztésén túlmutat, az a anyagi probléma, ami jelent egy temetkezést, a szintén lesújtó Magyarországon. Egy KSH adat szerint például a koporsós temetés Magyarországon a mostani márciusi adat szerint 434 ezer forint körül van, egy urnás temetés pedig 314 ezer. Nagyon súlyos teher ez egy átlagos fizetésből élő család számára, tehát még egyszer mondom, hogy ez az életünk mindenképpen velejárója, hiszen megszületünk és meghalunk, és ha ez egyszer bekövetkezik, ez komoly trauma, ahogy még egyszer mondom, a családok számára. A Mi Hazánk Mozgalom határozott álláspontja, hogy az állam kötelessége gondoskodni minden olyan állampolgáráról, aki adót fizetett egész élete során. Miért mondom ezt? Azért, mert egy dolgos magyar ember az egész életén keresztül a munkája során nyugdíjjárulék hozzájárulást fizet, illetve társadalom biztosítást, és szintén egy KSH adatot mondok, ami arról szól, hogy évente körülbelül 30 ezer ember hal meg a nyugdíja előtt. Mennyire méltatlan az a helyzet, hogy egész életében fizeti a nyugdíjhozzájárulást és a társadalom biztosítást, és nem kap vissza semmit, mert éppen nem érte meg a nyugdíját, és dolgozott és építette az országot. Az a minimum, hogy az, ami az európai országok kétharmadában jelen van, ugyanis az Európai Uniós országok kétharmadában alanyi jogon jár a köztemetés, például a szomszédos Romániában is, ahol megtiszteli az állam a polgárait azzal, hogyha egész életen keresztül fizeti az adóját, és egyébként is hozzátett az állam működéséhez, akkor hozzájárul mégpedig az átlagbér, bruttó átlagbér összegének megfelelő keret erejéig. Így van ez a mi esetünkben is, a törvénymódosításunkban kitértünk arra, hogy 600 ezer forintban határoztuk meg azt az összeget, amiben az állam hozzájárul a családok anyagi lehetőségéhez, ahhoz, hogy tisztességgel és méltó módon megtörténhessen a szeretteink eltemetése, ha ez úgy alakult. Tehát rendkívül fontos arra is felhívnom a figyelmet, hogy egy saláta törvényben egy olyan paragrafust rejtett el a kormány, amely végleg letett a szociális intézményének bevezetéséről, a szociális temetés intézményének bevezetéséről. A bevezetés 2013 óta húzódik, és a legfrissebb határidő 2025 lett volna, viszont a jelek szerint a kormány teljesen elvetette még ennek a lehetőségét is. Tehát fontos, hogy minden állampolgár, aki végig dolgozta az életét, és abban a tragédiában szenved a család, hogy elvesztette, meghal még a nyugdíja élvezése előtt is, akkor mindenképpen járjon ez az ingyenes temetés. De nem csak az ő esetükben, hanem minden egyes magyar állampolgár esetében, teljesen függetlenül attól is, hogy most a nyugdíja előtt hal meg az illető, vagy a nyugdíjas korában, hiszen még egyszer mondom, a Mi Hazánk Mozgalom kiemelten fontosnak tartja azt, hogy minden magyar állampolgár, aki ezért az országért bármit is tett, már csak azzal is, hogy megszületett, akkor kötelessége a magyar államnak ezt a temetést kifizetnie egy bizonyos keretösszeg mértékéig. Nyilván a 600 000 forint vagy elég valamire, vagy nem, kinek igényeit, a család igényeit, hogyha kiszolgálja, vagy nem, akkor azt mindenki hozzá tudja tenni, ki tudja bővíteni, de az a méltatlan helyzet nem fordulhat elő, ami egyébként 2013 óta előfordul, hogy 2014-től már csak önkormányzati segélyként igényelhető temetési segély, és azt tapasztaljuk, hogy ebben az esetben még a rászorulók sem kapják meg ezt a temetési segélyt. Tehát még egyszer mondom, a Mi Hazánk Mozgalom rendkívül fontosnak tartja, hogy minden magyar embernek ingyenesen járjon a temetés, úgy, mint ahogy ez, még egyszer, ahogy említettem, az Európai
uniós országok kétharmadában alanyi jogon jár, a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogy alanyi jogon járjon továbbra is. Illetve nem továbbra is, hanem mostantól, ahogy ez a törvénymódosítási javaslatunk érvényt szerezne, Magyarországon minden magyar állampolgárt ingyen lehessen eltemetni. Azaz ingyen, ne keverjen meg senkit, a 600 000 forint fedeznie kell egy temetést, a jelenlegi KSH adatai szerint is, tehát a temetési vállalkozók, szolgáltatók nehogy úgy érezzék, hogy akkor nekik ingyen kell dolgozni, ez az állam kötelessége, az állam fizeti meg. Köszönöm szépen a figyelmet!